A táncolás öröme korlátlan, hogy a feszültséget, életenergiát ad, kiegyensúlyozottá és boldoggá tesz, ezáltal pozitívan hat testre és lélekre egyaránt. A kimondottan az idősebb korosztály számára kialakított mozgásforma pedig még a kognitív teljesítmény csökkenését is képes megakadályozni. A szenior tánc az idős korosztály számára kialakított mozgásforma. Nincsenek benne hirtelen forgások, akrobatikus ugrások, és kíméletes az időskor izmaival és gerincével. A mozgás öröm agytorna. Ez a szlogenünk, és ezt ha sorba veszem, akkor a mozgás, az ugye a tánc, a hozzáadott zene, az egész testet átmozgatja ez a mozgáshoz, és a zene az a lélek gyógyászata, a gyógyítja a lelket, felszabadít. És jön az öröm, ami a jó közösséghöz tartozás, a csoportba együttműködés és a sikerélmény, ami növeli az önbizalmat. Az agytorna része, hogy a foglalkozáson résztvevő személyek folyamatosan tanulnak. A táncnak az adott feladatához megtanulják a kis lépéseket, a koreográfiát, amit több alkalommal beszédre átgyakorolunk, és ezt követően jön a zene. És ezzel memóriafejlesztés, koncentrációfejlesztés, figyelemfejlesztés, és így elindítjuk az agy működését, mivel az időskori demencia megelőzését, csökkentését érjük el. A táncoktató egészen véletlen találkozott ezzel a mozgásformával, amely egyből el is nyerte a tetszését, és elhatározta, hogy másokkal is megismerteti és megszeretteti. Van egy ismerős csoportom, ahol nagyon sokat beszélgettünk kulturális dolgokról minden, és megmutatta nekem azt, hogy nézze meg, hogy ők milyen táncot tanulnak, hova járnak. És nekem ez nagyon felkeltette az érdeklődésemet. És bejöttem a művelődési házhoz, hogy tulajdonképpen, hogy lehetne Tamásiba, vagy van-e rá lehetőség. És mondták nekem, a Cink Judithoz jöttem, hogy nincs oktató. És én ezzel elindultam oktatót keresni, és megtaláltam Dombóváron Frug Ferencet, aki átsegített engem azon az időszakon, hogy el tudjam végezni a Szenior Örömtánc oktatói tanfolyamot. Ez egy évet vett igénybe, és a második évtől én tartom Tamásiba a Szenior Örömtáncot. A foglalkozások alkalmával 2-3 perces zeneszámok csendülnek fel, amely alatt az előzőleg betanult koreográfiát 4-5-ször is eltáncolják a jelenlévők. Hetente egyszer jövünk, minden hétfőn délután 5 órától vagyunk 6:30-ig, és ez a foglalkozás nagyon jó hangulatba tellenek, a táncokat megtanuljuk, végigcsináljuk, és nagyon jól érzik magukat a foglalkozáson a résztvevők. Egy koreográfiának az elsajátításához ez különböző időt vesz igénybe, ez a nehézségi fokától függően vagy, hogy a résztvevők milyen könnyen fogják. Úgy 15 perc az elég ahhoz, hogy el tudjuk táncolni az adott feladatot. Leghosszabb esetben 20 perccel akkor biztos, hogy meg tudjuk csinálni. Bár még nem jutott olyan nagyon sok alkalom ahhoz, hogy színpadon megmutassuk magunkat, de volt már rá alkalom, és most második alkalom, hogy megrendezzük országon belül a demencia napot. És akkor ugye csoportosan meghívok egy másik csoportot is, és volt is ilyen, hogy a rendezvénytéren megszerveztük a demencia napot, és ezt nagyon élvezték. És nagyon nagy sikerélményt adott nekik. Van közösségi megmozdító ereje a Szenior Örömtáncnak. 2 éves tájékozottságomból tudom mondani, hogy körülbelül hogy 7000 idős korosztályt tudtunk ebbe a mozgalomba bevonni. Remélem, hogy ez majd egy kicsit még megy följebb is. Ez mozgás, öröm és agytorna is egyben, ahol baráti társaságra lelhetnek, és átélhetik a közösséghez tartozás jóleső érzését is az érdeklődők. Tulajdonképpen én 2 éve járok,
és hát először félbe jöttem, ugye nem tudtam, hogy ez milyen, hogyan, de egy nagyon jó kis közösség jött össze, és az oktatónk egy nagyon ügyesen építi fel, és szeretem a táncokat, szeretem a zenéjét, és azok a zenék közel állnak hozzám, amiket játszik az oktatónk. A résztvevők ezekkel a mosolygós táncórákkal járulnak hozzá testi, lelki felüdülésükhöz.